Szép napot, köszöntök mindenkit! A hét utolsó munkanapja meglehetősen nyugalmasnak tűnik, főleg ahhoz képest, amilyen változékony lesz aztán az idő a hétvégén különböző időjárási frontoknak köszönhetően. A jelenlegi és tehát a holnapi nyugodt időt pedig ennek az anticiklonnak köszönhetjük, amelynek most peremén helyezkedünk el, viszont szombaton előbb egy meleg front, majd vasárnapra viradóra a ciklonhoz tartozó hideg front is átvonul fölöttünk, majd a jövő hét elején a hideg front mögött még mindig kedvezőek lesznek a feltételek, záporok, illetve zivatarok kialakulásához is. Az előttünk álló éjszaka viszont még kevés lesz felettünk, a felhő és csapadékra sem kell számítani, a légmozgás pedig nem lesz túl jelentős. Ennek köszönhetően viszont több helyen is jelentősen lehűlhet a levegő, és ami a legfontosabb, hogy fagy is várható néhol az országban. Erre legjobb esély a Duna-Tisza köze homokhátságain, illetve az északi völgyekben van, elsősorban például Zabarban dőlhet meg a hideg rekord is, de talajmenti fagy azért ennél kicsit több helyen is előfordulhat, például a Rába völgyében, a főváros agglomerációjában, illetve az Alföldön is nagyobb területen lehet erre számítani. Napközben viszont már elhárul majd ez a veszély, és ennek köszönhetően kevés felhőre, sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, a légmozgás pedig továbbra sem lesz jelentős. Csapadékra viszont már a hétvégén, ahogy láthattuk is, számíthatunk. Szombaton az érkező melegfrontból elsősorban a Dunántúlon lehet számítani gyenge esőre, majd a késő esti órákban északnyugat felől hidegfront érkezik, emiatt akkor ott eshet elsősorban nagyobb területen is eső, majd ez a csapadékzóna az éjszaka során fokozatosan kelet felé helyeződik, és az egész országban okozhat kisebb-nagyobb mennyiségű esőt. Vasárnap a nap első felében viszont már inkább a keleti területeken hullhat területi átlag. Is egy picit jelentősebb mennyiség. Tehát ha a hétvégére tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy a hőmérséklet még jelentősen nem fog változni, viszont hétfőn a hidegfront mögött már pár fokos lehűlés azért látható. A fagyok is egyébként el fognak tűnni a következő napokban, bár, ahogy láthatjuk, szombaton még néhol előfordulhat gyenge fagy, ekkor már kisebb területen, elsősorban az északi völgyekben és az északkeleti határnál van erre esély, a későbbi napokban viszont, ahogy leolvashatjuk, szerencsére ettől már nem kell tartani. Köszönjük szépen, hogy kattintottatok és megnéztétek a videót, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!